férfiakra nézve a legnagyobb tragédia a feminizmus mozgalom volt, hogy ennyire térnyerése volt a feminizmusnak. Én nem, ne értsetek félre, tehát én nem a nőknek, tehát a szolgasságáról beszélek, mert ugye ameddig arról volt szó, hogy a nőknek legyenek szavazati jogai, és a többi, hát az nem gond, az egyértelmű. Nem ezzel van a probléma. A probléma azzal van, amikor ez a mozgalom a férfiakat el akarja tehát nőiesíteni, és a nőket pedig férfiasítani, hogy ugyanolyan lelkük van, vagyis hogy ugyanolyanok a nők is, mint a férfiak. Ez soha nem lesz így. Hát maga a biológiai, pszichikai felépítésüknek a nőknek más, még az agyuk is más, meg nekem is, de is, hogy a férfiaknak és a nőknek is különálló, de más az agyuk. Tehát, hogy valahogy középen a nőknek az agya, az könnyebben átjárható az információk számára. Hogy hívják ezt az agyközpontot? Nem tudjátok? Tudod, és azért tud mindenre figyelni, mert jobb és a bal agyfél között működik a kommunikáció. De a férfinál ez nem fejlődött, vagy nem fejlődött. Ne, ez elcsökevény esetet. A férfiaknak, nehogy is, az direkt másképp nő. Nem, a férfi nem másképp nő, hanem ebből hogy fogok tudni kikeveredni? Hogy... Igen, térjünk vissza a zsidókhoz, értem. Na tehát egy a lényeg, mások a férfiak, mások a nők, és az biológiailag mások. Tehát egy férfi nem tud nő lenni, a nő sem tud férfi lenni, hanem mindenki a maga nemében tud lenni, mert a biológiai felépítésünk is olyan, hogy csak ilyenek tudunk lenni. Jó? Na, tehát ezt akartam mondani. Hogy? 5-13. Mert mindaz, aki tejjel él... Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazság beszédeiben, mivel hogy kiskorú. Értitek a kiskorúságnak mi a lényege? Tehát, hogy az nem baj, hogy a csecsemő vagy, és járatlan vagy az igazság beszédében. Mert a csecsemő az járatlan. Hát ez tartozik hozzám, aki tejjel él, az járatlan ember. De mit mondott, mert a 12. verszakban van benne, hogy miért mondta ezt a 13. verszakban, azt mondja, mert ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, de nem szolgáltatóendékről van szó, tehát nem így a tanító, hanem hogy tudnátok tanácsot adni, tehát egy érett embereknek, tehát el tudod a másik embert is, aki most ér meg, az igazság beszédeiben el tudod igazítani, hogy hogyan kell csinálnia. És azt mondja Pál apostol, hogy ebben az időben tanítóknak kéne már lenni, de ti, azt mondja, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket, olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek, és nem kemény eledelre. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazság beszédeiben. Tehát ezért nem baj, hogy te megtértél, és van egy csomó kérdésed. Sőt, még ha utána is van, az se baj. Tehát nem ez a probléma, hanem az a probléma, hogyha 5-10 év múlva sem tudod elsajátítani az Isten igének a kezdő elemeit. Ezzel van a probléma. Hogy építed föl a házadat, de közben az alap még mindig repedezik, még az alapban nincsenek meg azok az összekötő anyagok, amivel meg tudnák tartani az épületet, de már felhúztad a házat. És ez a probléma sok keresztényel. Felhúzzák a házukat, kitatarozzák, szép minden, és nem is sejtik, hogy eljön az a nap, amikor összedől az egész.
Mert azt gondolja, mert elálltatta magát, és azt gondolja, hogy ha a kezdő elemeket nem sajátítja el, akkor nyugodtan tud keresztény lenni, csak úgy is, hogy jár gyülekezetbe. De nem tudsz. Neked ez minden napodban az Isten igével kell foglalkoznod. Te nem tudsz keresztény lenni, nem tudsz a szó valódi jelentésében járni, és ez azt jelenti, hogy krisztusi vagy. Az azt jelenti, hogy a kenet dolgozik benned, hogy a kenet mutatkozik meg benned. És ezt nem tudod csak akkor, hogyha vasárnap hallgatod az igét. Neked minden nap kapcsolatba kell lenned Isten igéjével. Minden nap oda kell szánnod az életedet, hogy Isten igéjével közösséged legyen. És az nem felmentés, nincs felmentésed, hogyha nem érted az igét. Nincs felmentésed, ha azt mondod, hogy nincs időm rá. Ez nem ad felmentést neked. Te attól vagy keresztény, hogy Isten igéjével kapcsolatod van, és nem csak hétvégén, hanem benned az Isten igéje hússá és véré válik. Az, hogy ahogy élsz, az azt mutatja, hogy hiteles emberré válsz, és emberek, hiteles emberekre van szükség. Hiteles keresztényekre van szükség. Nem olyan keresztények, akik csak mondják, hogy keresztények. Nem olyan keresztényekre, akik csak azt mutatják, hogy ők keresztények. Hanem igazi, hiteles keresztényekre, újjászületett hívőkre van szükség az egyházban. Enélkül nem megy előre Isten munkája. Ha nincsenek hiteles emberek, akkor nem megy előre Isten munkája. Mert leszedi a másik, hogy te igazából ki vagy. Magadat be tudod csapni, színészkedni tudsz. De az a probléma, hogy az a másik ember, az leveszi ezt rólad. Ez nem, ez szellem, ez kisugárzás. Erről beszél Pál apostol, amikor azt mondja, hogy életnek az illata vagyunk, vagy a halál illata. Tehát te hiába próbálsz más képet mutatni, hiába az odaégett kaját megcsinálod szépen, mintha nem égett volna oda. Az illatok, azok árulkodnak. Az illat, az megmutatja, hogy az oda van égve valójában. Oda van kozmálva. És ne ilyen oda kozmált keresztény legyél. Minket nem arra hívott el az úr, hogy keresztények legyünk. Kozmált keresztények. Nem? Mert utána, érted, aki ezt érzi, az azt mondja, hogy lehet, hogy ezt mondod, na hát oda vagy égve ember. Pörkölt magyaró vagy. Megpörkölöttél. És ez nem jó. Pláne, hogyha oda van égve, nem? Ettél már olyan pörkölt magyarót, ami oda van kozmálva? Vagy Szocsit? Egy Korintus 3. Hát itt még minden a kisdedekről van szó. 1 Korintus 3.1-től. Azt mondja Pál apostol, azt írja, én sem szólhattam nektek, atyám fiai, mint szellemiekhez, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek. Emberek, létezik a gyülekezetben testi keresztény? Vannak testi keresztények a gyülekezetben? Azt mondja az ige, hogy vannak. Akik testi keresztények a gyülekezetben, azok kis dedek, csecsemők Krisztusban. A szellemi emberek azok érett emberek. Tehát attól, hogy van testi keresztény az egyházban, az nem azt jelenti, hogy ő tehát úgy kell viselkedni, mint a lepráshoz. Mert hogyha így viselkedsz, akkor még meg is hal. Mert kisded. És a kisded az a mi szempontunkban, tehát az egyház szempontjából testi keresztény. És az nem baj, hogy van testi keresztény. Az a baj, hogy a testi keresztények akarnák irányítani az egyházat, és pozícióhoz jutni az egyházban. Ez olyan, mint amikor a családban a kisgyerek vezeti az anyukát, meg az apukát. Ugye milyen égtelen?
ezeken néha megkeresni. Egy kis cipő, IKEA-s cipős kanállal. Nagyon kell vigyázni, hogy se az egyik szélsőség, tehát se vas szigor ne legyen otthon, de se szabadosság ne legyen otthon. Ez mind a kettő vissza tud ütni egy adott időpontba. Azt kell, tehát korrigálni kell, mindig korrigálni kell, és meg kell találni azt a megfelelő arany középutat, ahol a gyermek fel tud növekedni. De olyan nincs, hogy a gyerek vezeti a családot, a szülőt, a apukát, anyukát, a gyermek vezeti. Hát ilyen nincs. Tudjátok, mindig azt szoktam mondani, ő született meg az én családomba, és nem én az övébe. Ezért neki kell ahhoz, ahhoz tartani a magát, ami az én családomba van. Nem? Lehet, hogy ebbe a korba ez Isten káromlásnak tűnik. A pszichológusok és a nem tudom milyen gyereknevelési tanácsadók korában. De hát ez van. Én hagyományos vagyok ebből a szempontból. Az nem azt jelenti, hogy ilyen nappal ütöm, vágom és a gyerekeket, hanem amikor kell, akkor kell. Jó? Te is ezt csinálod? Hát van, amikor fáj az embernek is, tudod, ütöd velem, és azt, ahogy fájhat neki. De hát, ha én nem csinálom, majd az élet megcsinálja helyettem. De hát inkább én csináljam. Mert ezt még én tudom, hogy hová üssek. De ami az élettől kapja, ott nem lesz puha rész, meg ilyenek, hanem végig. Tehát végig megy. Tehát nem szabad, hogy tehát most a testi gyerek, tehát a kisdedekről van szó. Nézd meg, mit mondom, tejnek italából tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt, még most sem bírjátok meg, mert még testiek vagytok. Kik a testi keresztények, azt mondja, irigykedés van. Látod, már megint visszatér az irigykedés. Emlékeztek, a Péter apostol is ezt írta. Nézd meg, mit mond, versengés. Ki a jobb? Ki tudja jobban csinálni? Véletlenül egyszer kihallgattam, egy régen szolgáló testvér volt, és kimentünk evangelizálni, és ő is evangelizálni. Nem akarom így mondani a neveket, de az a lényeg, hogy kiállt az egyik vezető, elmondta az evangéliumot, panel házak közepén evangelizálás volt, és akkor pont, tehát én tudtam, hogy ő vezető, a másik is, és ott volt a sameszével, és akkor így mondja, hogy figyeld meg, én jobb leszek. Hát most, te érted, úgy. Annyira nem akadtam ki, tudod, sok keresztény, tudod, amikor lát valamit, hall valamit, ilyen van a gyülekezetben, ilyenek a vezetők, ilyenek. És akkor mi van, én Krisztushoz? Krisztus érintett meg engem, nem a vezető. Tehát érted, engem nem botránkoztat meg semmi az egyházba. Mert én Krisztushoz tartozok. És persze el vagyok kötelezve emberek felé is, és egyház felé. De ha valamit hallok, vagy valamit történik, és akkor mi van? Miért? A mennyből jöttél le? Tehát nem kell színészkedni. Mit hallott az ember? Mi történt? Hát semmi különös nem történt. Csak maximum nagyobbat durrant a kelletténél. Vagy olyan dolog, érted, na mindegy, hallottam, mondja, én jobb vagyok. Húha. Aztán kiállt, és nekiállt, mindent csinál, technikákat alkalmazott, minden. Most azt nem tudom, hogy jobb volt, vagy nem, de hát az élete azt mutatta, hogy hosszú távon, tehát a szolgálata, tehát már nem szolgálja az Urat. Mert hozzáállás, emberek. Nem szabad ilyen versengés. Te úgyis csak annyit tudsz csinálni, amit neked van képességed. És nem a másikhoz kell, amit Pál apostol mondott, nem a másikhoz kell mérni magadat. Te azt csináld meg, amit neked meg kell csinálnod. Tedd meg azokkal a képességekkel, amit Isten adott, mert adott Isten képességeket. Te azt csináld, amit neked adott Isten. Épülj be a gyülekezetbe. Találd meg a helyedet az egyházba.
Használd a képességeidet, de nem máshoz hasonlítgass magad, nem más emberekhez mérd magadat, hogy most jobb vagy, nem vagy jobb, mit kell csinálnod, mit nem kell csinálnod. Te tedd meg a magad részét, amit neked kell megtenned. Téged Isten azért fog számot kérni, hogy a te képességeiddel te mit csináltál az egyházba? Mire használtad a képességedet? Mit tudtál azokkal tenni? És nem azt fogja megnézni, hogy a másikhoz képest te mit csináltál. Nem? Én azt olvasom a Bibliába, hogy az, aki a kettő talentumhoz kettőt még hozzá tudott venni, az ugyanolyan értékes ember, mint aki a tízhez tizet tudott hozzávenni. Mert mind a ketten a 100%-os tehát meg ugyanannyival sokszorozták meg a talentumaikat, mint a tíz is, meg a kettő is. Akkor van probléma, hogyha elrejted és elásod a talentumodat, és nem használod. Ezzel van probléma. Jó? Versengés, irítség, visszavonás! Ez is a testi keresztényeknek. Egyszer azt mondja, így csinálom, utána azt mondja, ja, mégsem. Egyszer azt mondja, megígéri, hogy ez lesz, utána azt mondja, mégse lesz így. Ez testi hozzáállás. Ez kisded. Tehát ez gyerek hozzáállás. Tehát csecsemő hozzáállás ez. Vajon nem testiek vagytok-e, és nem ember szerint jártok? Tehát látod, megint kihangsúlyozza Pál apostol, hogy a csecsemő korból ki kell nőni, addig adja Isten a tejet, és utána is adja, de arra kell törekedni, hogy kijöjjünk a csecsemő korból. Jó? Na, még egyet nézzünk meg itt a dedekkel kapcsolatban. Lukács 10.21. Ez egy evangéliumi rész. Lukács 10.21. Azt mondja, Jézus kiküldi a 70 tanítványt, és űzik a démonokat, és mindenféle csodák történnek, visszajönnek, és azt mondja, Lukács 10.21, és azt mondja, hogy ugye mondja, hogy ne azon örüljetek, hogy a neveitek föl van írva a mennyben, és azt mondja, azon az órában örvendezett Jézus a szellemében. Mi történt abban az órában? Látták azt, vagyis hallotta Jézus, és mondták neki a tanítványai, hogy üzték a démonokat, gyógyították a betegségeket, tehát működött Jézusnak a neve az életükön. És mit mondott? Azt mondja, hálákat adok neked, atyám, mennek és földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Tehát mit akar csinálni az atya? Mit akar megjelenteni az atya a kisdedeknek? Hogy emberek, van szabadulás, meg tud szabadulni, a démonok engednek a nyomásnak, az Úrnak a nyomásának, engednek a démonok. És ez nem ilyen agyatekert módszerrel jönnek rá az emberek, ilyen bölcsen, meg logikusan, hanem nagyon egyszerűen csinálják, használják Jézusnak a nevét, és mi lesz ennek a következménye? Hogy a kisdedek megtapasztalják az Úrnak a szabadítását az életükben. Amen! És ez a lényeg, hogy, és ezt akartam ebből mondani, és akkor most a kenyérről is, meg a keményeledelről is, mert most csak a kisded kategóriát néztük meg, és ugye vannak a tinédzserek, az ifjak, és vannak a vének. Hát nem tudom, mennyi idő lesz erre, de a Máté evangélium a negyedik résznél, most nézzük a tinédzsereket. Máté evangélium negyedik része. Első, vagyis, igen, első verszak. Akkor Jézus vitetett a szellemtől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. De mi történt?
nem démonok vitték Jézust a pusztába. Van, amikor téged se démonok visznek a pusztába a megpróbáltatások helyére, hanem maga a Szent Szellem visz oda, hogy meg legyél próbálva. Sokszor van olyan a keresztény életben, hogy az Úr berak edzeni téged, és utána pedig kitesz a tudod, ez olyan, mint a boxmeccseknél, amikor úgy hívják, ugye, hogy istáló, ugye szokták mondani ilyen box egyesületre, szokták, ugye? És akkor, tudod, edz az ember, tudod, az a boxoló, az edz, aztán utána kírják a meccset. És ilyen van sokszor, nemhogy sokszor, bizonyos időnként mindig van ilyen az életedben. Amikor bekerülsz nyomások alá, bekerülsz egy küzdelembe, és hirtelen azt látod, hogy jéküzdelem vagy, akkor már ott állsz kint a ringbe, és akkor ne azon csodálkozzál, hogy kerültem ide a ringbe. Hát ember, te küzdősportba veszel részt, nem vetted észre? Már mióta? Küzdősportba vagy benne. És nézd meg Jézust is, pláne, hogyha veszed a Szent Szellemet. Akarsz Szent Szellemet venni? De ezzel az a probléma, ha veszel Szent Szellemet, hogy a Szent Szellem szeret, ő egy olyan edző, aki nem árnyékboxot akar, hogy csináljál, hanem bizonyos időnként kivisz az élesbe, tehát éles küzdelembe visz ki. Egyszer csak a ringbe találod magad, és te is nézel, hogy most hogy kerültem ide. Kigyúlnak a reflektorok, kigyúlnak a fények, és ez csak ott állsz. És nézed, megkaptad az első ütést. És akkor nézed, hogy most mi történt? Hát semmi különös. A Szent Szellem kivitt a pusztába, bevitt a ringbe, és jött az ördög, hogy megkísértsen, hogy mit fogsz most csinálni. Mert Isten azt akar, hogy világbajnok legyél. Nehéz súlyú világbajnok legyél. Nehéz súlyú legyél. Az nem olyan, nem az látszik rajtad, hogy... A hit hősei, azok sokszor vékonyak. Nem azt akartam mondani, hogy alaktalanok, hanem nem az a mérce, vagy hogy hívják, akik nem a mércének megfelelőek. Nem etalonok sokszor, de mégis szellemi óriások. És Isten azt akarja, hogy te szellemi óriás legyél, Isten azt akarja, hogy nehéz súlyú legyél, és ezért kivisz a ringbe, és azt mondja, mikor 40 nap és 40 éjjel bőjtölt, végre megéhezett. De jó Jézusnak! Nekem nem kell ahhoz 40 nap. Elég, ha egy-két étkezést kihagyok, és már rögtön megéhezek. De egyébként itt azon, hogy utoljára, tehát az utolsó, tehát úgy fejeződött be ez a bőjt, hogy megéhezett, és hozzá menvén a kísértő, mondta neki, gondolom, amikor már csillagokat látott az éhségtől Jézus. És oda megy hozzá a kísértő, és mondja, ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké. És ő pedig felelvén mondta, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely Isten szájából származik. Miről van itt szó? Nagyon sok kijelentés van ebben. Az első az az, hogy Isten igéje a szellemvilágban olyan, mint a fizikai világban a kenyér. És te mikor eszel? Tehát te utoljára mikor ettél kenyeret? Ki szoktad hagyni a kenyeret az étkezéseidből? Nem? Akkor Isten igéjét miért hagyott ki az étkezéseidből? Az Isten igéje a legegészségesebb kenyér. Teljes kiörlésű. Az Úr a Szent Szellem által kiörölte neked. Egészséges. Teljesen. De akkor a kenyeret eszed, de Isten igéjét miért nem eszed? Hiszen Isten igéje olyan a szellem med számára, mint a fizikai kenyér a tested számára. És nézd meg, hogy ugye azt mondtuk, hogy a tinédzserek, az ifjak megtanulják legyőzni a gonoszt. És hogyan tanulják meg legyőzni a gonoszt?
a kenyér által. Nézd meg Jézus Krisztus, hogyan verte vissza a sátánnak a támadásait? Isten igéje által. Nem tett hozzá, és nem vett el Isten igéjéből. Mert Isten igéje az egy olyan szellemi fegyver, amit mond az Efézus 4-ben Pál apostol. Ez egy olyan fegyver, hogyha azt használod, Szent Szellem által használod az Isten igéjét, akkor az behatol az ellenségbe, és meghátrálásra kényszeríti az ellenséget. És a másik az, hogy nézd meg azt, hogy miért úgy kezdte el a sátán, hogyha Isten fia vagy. Azért, mert ezt a kijelentést kapta Jézus az atyától, a kijelentés szelleme által. És te is, ha kapsz kijelentést, ha megvilágosodik valami az igéből, meg leszel próbálva ember azon a területen. Amiről beszélsz, amit ezért mondja, hogy ne legyetek sokan tanítók, mert ítélet alá kerülnek az emberek, mert azért, mert amiről szó van, az ember megpróbáltatik benne. Többször meg lehetett figyelni, sőt nem, hogy többször, mindig. Amikor valaki kiáll ide, bizonyságot tesz, utána meg lesz próbálva. Nem tapasztaltál ilyet, Attila? Utána úgy kellett összeszedni. De más, tehát nem csak az Attila, hanem más is, hogy ha valaki elmond egy bizonyságot, valaki elmond, vagy ugye múltkor pont itt volt, ugye, hogy elhangzott az, hogy arcüreg gyulladás le lehet győzni. Hát nem utána az jött. És úgy kellett megint megtörni az egészet. Mert megpróbáltatik abba az ember. És ugyanezt nézd meg, hogy amit kap az ember Istentől, bármit, amit kapsz Istentől, anyagi javakat, bármit, szellemi javakat, egészséget, minden mást, bármi, ami Istentől jön, azt a sátán kikezdi. Azt a sátán, az ellenség, a vádló, az oda megy, és elkezdi kikérni magának, és elkezdi, hogy megfosszon tégedet attól az áldástól. Ezért nincs lefutva a meccs, emberek, értsétek meg, sok keresztény hátradől a székbe, amikor megkapott valamit az Úrtól, az áldás nem az, hogy megkaptad az Úrtól az áldást. Bár ez is már egy óriási előrelépés, amikor megkapja az ember. De az áldás nem az, hogy megkapta, hanem az áldás az, hogy meg tudja tartani. Értitek? Meg tudja tartani azt a dolgot. Ebben van benne az áldás. És nézd meg, hogy amikor az asszonynak is mondta, emlékeztek a Ádámnál és Évánál, amikor mondta, hogy a jónak gonosz tudása fájáról ne egyél. Amely napon eszel, meghalsz. Mi jött erre a kijelentésre? Nem halsz meg. Itt is ezt mondta. Ha Isten fia vagy, bizonyítsd be! De hát azt mondta az atya, hogy az vagyok. De azt mondja, a sátán, bizonyítsd be! És Jézus pedig ellenállt. A sátánnak az Isten igével, az igében van meg az az erő. És ezért mondtam azt, hogy amikor az Éva elkezdte, ő azt hitte, tehát neki nem kell az ige ahhoz, hogy a sátánt le tudja győzni. Neki nem kell közösségbe lenni az igével. Neki nem kell gondolkodni az igén. Neki nyugodtan távol lehet az ige őtőle, és néznek, hogy mi lett a következménye. Az, hogy legyűrte. Úgy legyűrte az Évát a sátán, hogy azt se tudta, hogy igazából mi történt körülötte. És ha tovább megyek ebből a történetből, akkor az is látszik, egy testi ember más embereket testi emberé tud tenni. Ahogy Éva az Ádámot le tudta gyűrni, és az Ádámot bele tudta vinni a lázadásba és az engedetlenségbe, ugyanígy azt lehet mondani, ha testi emberekkel vagy közösségbe, ha testi emberekkel beszélsz, találkozol, időt, sok időt töltesz el testi emberekkel, te magad is testi emberé válsz. Ez van. És ezért vedd észre, hogy mi miatt esel le a harmadik emeletről. Mi miatt a felházból, mi miatt esel le. Azért, mert testi emberekkel vagy kapcsolatba, és a testi emberek kikészítenek, és magukhoz hasonlóvá tesznek tégedet. Nem?
Látom, egy kicsit beborult. Beborultatok. Hát nem véletlen, hát te ilyen témánál, hát nem akarja az ördög, hogy ezt felfogjátok, tudatosítsátok, hogy a kísértésben hogy tudtok győzni. Nem érdekes? Rögtön egy ilyen kómába, álmosság, kóma. Miről van szó? Mi van? Hogy van? Hát ne vedd észre, nézd meg, hát ezért esel ki a szellemi életbe, ezen tudsz ellenállni az ördögnek, ezért nem tudod a kísértéseket legyőzni. Mert nézd meg, hogy ez az erő hogy hadakozik, hogy rá tud borulni akár a egész gyülekezetre. Mint egy takarót, mint egy fátyolt rá, engedi, és rögtön bebambul az ember, és azt se tudja, hogy most miről van szó. Álmos vagyok, fáradt vagyok, ez van, az van, amaz van. Hát de nézd meg a témát. Nézd meg, hogy miért nem voltál álmos előtte. Amikor a Szent Szellemről van szó, akkor nem, de amikor a sátán, hogy kell ellenállni, hogy kell legyőzni, mit kell csinálni, mik azok a dolgok, amivel le tudod győzni, akkor jön egy ilyen kába szellem, rámegy az emberre. Nem? Tehát kísértések legyőzése. Fú, minden nagyon sok mindent lehetne mondani, de kérlek lapozzatok a szirofőníciai asszonyhoz. Az evangéliumban. Na, hol van? Nekem is most jutott eszembe, azért mondom, tehát hogy ezt nem írtam föl. Csak az, hogy ez... Na, ki tud segíteni ebben? Márk? Márk 7-ben. Márk evangélium a 7. fejezet. Huszonnegyedik verszak. Azt mondja, és onnét fölkelvén elment Tírus és Szidon határaiba. Magyarán mit csinált Jézus? Izrael földjéről a pogányok földjére ment. Most egyszer volt ilyen, amikor, ugye, ezt tanultátok a Szent Pálon is. Tehát, hogy a pogányok közé ment ki, ugye? Hogy itt a szirofőníciai, hogy van ez a démonizált helyre. Tudod, Izrael hely, tudod, pedig ott is azért voltak démonok. Tehát kellett tűzni a Jézusnak eléggé. És ez csak Jézus gondolt, azt mondja, most kimegyek démonizáltak közé. Nézzük meg, hogyan működik a kenet, amikor démonizáltak között vagyunk. Azt mondja, a házba bemenvén nem akarta, hogy valaki észrevegye, de nem titkolhatta el magát. Tehát a kenet, az nem tudja eltitkolni magát. Tehát a kenet, az mindig meg fog nyilvánulni. A kenet azért van, hogy megnyilvánuljon. Azt nem lehet úgy kenetet venni, hogy veszed a kenetet. Hopp, már vettem is, és nem is látszik rajta. Az valamit fog okozni az életedbe. Tehát nem ugyanúgy mész haza, utána, mint ahogy idejöttél. Hát ez a kenetnek a lényege. A kenet változást hoz létre. A kenet megváltoztat. A kenet, azt mondta Jézus, hogy azért van a kenet, hogy megszabadítsa a foglyokat, a szegényeknek evangéliumot adjon, a megtört szíveket meggyógyítsa, és még nagyon-nagyon-nagyon sok mindenre a kenet kiárad az ember életébe. És azt mondja, hogy kezdődik el a kenet kiáradása? Figyelj, azt mondja, hallott felőle egy asszony. Először hallja az ember az Isten igéjét. Hallottad? Van kenet. Akinek a lányába tisztátalan szellem volt. Eljött, és lábaihoz borult.
Tehát valahogy kontaktusba kell kerülni, valahogy egy érintkezésbe kell kerülni, valahogy közel kell jönni. Jézushoz. Na ezt a technikát figyeld. Jó szó. Ugye mondtad, hogy a technikát nézed, hogy hogyan működik. Ez az asszony pedig pogány volt, szíró-föníciai származású. És kérte őt, hogy űzze ki az ő lányából a démont. Jézus pedig mondta neki, engedd, hogy először a fiak elégítessenek meg, mert nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni. Tehát mi a fiaknak a kenyere? Mi a fiaknak a kenyere? Szabadulás. Kenyér, amit Jézus is a fiaknak, az ifjaknak, akik legyőzik a gonoszt, az a kenyér által győzik le. És a kenyér, a szabadulás a te életedben az Isten igéje, és az a kenet, ami rájön az életedre, az megszabadít tégedet, letisztítja az életedet démonokról. Ez olyan, mint a, tudod, a démonok azok milyenek? Olyan, mint a medúzák. Tapadnak. Rátapadnak. Személyiségedre, lelkedre, érzelmeidre. Olyan, mint a piócák. Lehet, hogyha most szellemvilágba belenéznénk, lehet, hogy valaki tele lenne piócákkal. Medúzákkal, polippal, fején egy nagy... Tudod, úgy, mint a pompom. Régen, tudod, volt az a... Lehet, nem érted az igét. Lehet, hogy egy ilyen polip van rajtad a fejeden. A csápukkal rád van tapadva. És jössz ide az Isten tiszteletre, és az Úr elkezdi osztani a kenyeret. Mennyei mannát. És tudod, milyen ez a kenyér? Hogy elveszed, elkezded enni, és ahogy eszed, elkezd a polip engedni, és ez csak puff, a tapadó korongja leválik rólad. Csak azért, mert ezt a kenyeret eszed. És ezért mondta tehát ennek az asszonynak, hogy engedd, hogy a fiak elégítessenek meg. De mi történt? Ették a kenyeret, és a piócák, pikk, ez csak levált, pikk le, pikkely, sömör, minden esett le, tudod, ilyen vathúsok, amik nőnek. Pikk, leesett a vathús, elszáradt, leesett a vathús. Na, ezt csinálja az Isten igéje az életedbe. Eszed a kenyeret, eszed Isten igéjének a kenyerét, és ez a kenyér, ahogy eszed, válnak le rólad a piócák. És addig érzed, hogy haj, még mozogni is alig tudsz, mert érzed, tudod, hogy a piócák nem engedik, a medúzzák nem engedik, olyan csípnek, marnak, meg ki tudja, miket csinálnak még. Nem? Na, ez olyan a szellemvilágban, oda mész a piócáthoz, felmutatod a sheriff jelvényedet. Az úrtól kaptál hatalmat. Csak az a baj, hogy mindig vagy otthon felejted a sheriff jelvényedet, vagy a hátsó zsebedben van a sheriff jelvény, és csak tűröd, hogy ott nyugodtan posztogassanak. De ember, ilyenkor elő kell venned, és fel kell tenned. Én vagyok a sheriff. Felteszed a jelvényedet. Hát nehogy már az a pióca túljároljon az eszeden. Hát ember, neked hatalmad van. Te hatalmat kaptál. Hát ahogy Jézus is ott mondja, kígyókon, skorpiókon tapossál. Nem árthat neked, azt mondja, az ellenségnek semmilyen ereje nem árthat, hogyha kenet jön az életedre. És ez a lényeg, hogy vedd a kenetet, vedd Isten szellemének a hatalmát,
Vedd a szabadító kenetet! Vedd a gyógyító kenetet! És ahogy ez végig folyik rajtad, elhagynak téged ezek a vérszívó szellemek, medúzák, piócák. Leválnak rólad, leválnak a személyiségedről. De ez neked kell enned. Hát ugye a csecsemőknek adnak, kisdedeknek adnak, de a gyerekeknek neki meg kell tanulniuk enni, és ha oda teszed a kenyeret, akkor elveszi, hát nem a kisdednek teszed oda a kenyeret, hanem olyan korú gyermekednek, aki már képes arra, hogy elvegye azt. És itt van, emberek, itt van Isten kenyere! Azért, hogy vegyed és egyed. Vegyed, egyed. Vegyed, egyed. És nézd meg, hogy ez már egy kis morzsalék. Figyelj, azt mondja, nem úgy kenyeret evett ez az asszony. Hát nézd meg, azt mondja, hogy ugye mondja is, hogy nem jó az ebeknek vetni a fia kenyerét. Erre mit mond, mit válaszol? Azt mondja, uram, igen, így van, de az ebek is esznek az asztal alatt a gyerekek morzsalékaiból. És ez a kenyérből csak egy morzsa, hogy meggyógyította ennek az asszonynak a lányát. Csak egy morzsa bekerült az életébe, és már mentek ki a démonok. És ember, te ne csak morzsán élő keresztény legyél, ne morzsákat egyél, hanem falatokat, falatozzál Isten kenyeréből, falatozzál, vegyed magadnak a kenyeret, nyújtsd ki hitáltal a kezedet, ragadd meg ezt a mennyei kenyeret. Ez a mennyei kenyér itt van. Jézus azt mondta, hogy ő az Isten kenyere. És azt mondta, hogy ketten vagy hárman egybe gyűlnek. Ő itt van közöttük. Szeretném bejelenteni neked. Itt van. Itt van a mennyei kenyér. Itt van ez a kenyér. Azért, hogy vegyed magadnak, egyed, hogy szabaduljál, gyógyuljál. Leváljanak rólad a piócáid! Ne piócás legyél! Ne piócás! Töntsd be Jézus! Halló.